4:48, úgyhogy külhoni témával folytatjuk a ma estét. Nem lesz kihívója Kelemen Hunornak az RMDS egy hét múlva kezdődő kongresszusán. Noha az elnök személye nem változik, mégis újra tervezést és megújulást hirdetett meg a szövetség. Folytatás Maksai Ágnestől Kolozsvárról. Szervusz, köszöntjük a televízió nézőket, jó estét kívánok! Zilahon a kongresszust előkészítő SKT-n ön azt mondta, hogy a kongresszus előtt az RMDS számára a legnagyobb kihívás az, hogy megtalálja azt az irányvonalat, amely a közösség számára azt bizonyítja, hogy megbízhat benne. Nos, melyik ez az irányvonal? Egy hét múlva kongresszus van, és nem olyan könnyű ezt most megtalálni, hiszen az az én érzésem, hogy kicsit rossz a közhangulat. Kezdődött ez az erdélyi magyarság sorában ugye a Mikó kollégiumnak a visszaállamosításával, Nagy Zsoltnak a letartóztatása, Markó Attila meghurcolása, vagy hogy éppen egy egészen friss adattal éljünk a napokban. A képviselőház elutasította az RMDS javaslatát, így nem lesz külön pénzalap a történelmi városközpontok épületének felújítására. Nos, megvan ez az irányvonal? Jó estét kívánok! Egyben, egy kérdésben annyi kérdés volt, hogy egy egész műsort lehetne, egy egyórás műsort ennek szentelni. 25 esztendő után a romániai társadalomban és a romániai társadalomon belül az erdélyi magyar társadalomban is érezhető egy kiábrándultság, csalódottság, és én ezt értem, ezzel tisztában kell lennünk. A polgárok, az adófizetők, az emberek nem azt kapták az elmúlt 25 esztendőben, amit vártak, és van egy hihetetlenül nagy kiábrándultság az egész politikai elitből, a politikai vezetőkből, a politikai intézményekből. És ezt nem csak az igazság az, hogy ez nem is csak a magyarokra vonatkozik, nem, hanem ez az mondtam, hogy a romániai társadalomban, igen, és ez a magyarokat sem kímélte meg. Mi akkor, amikor a jövőről beszélünk, akkor mindig figyelembe kell vennünk azt, hogy 25 év után milyen állapotban van a romániai magyarság, milyen állapotban vagyunk mi magunk, és én azt mondtam, hogy az első dolog, amin változtatni kell, az a mi attitűdünk. A politikusoknak, a közéleti embereknek az attitűdje, és a mi szövetségeseink, ugye az erdélyi magyarok, más szövetségesünk nincs, és le kell azzal számolni, hogy a politikus, a közéleti ember, a választott ember megmondja folyamatosan a tuttit, hogy ő jobban tudja, hogy merre van az arra. Meg kell hallgatni az embereket, oda kell figyelni a problémáikra, és olyan hiteles válaszokat kell adni, amelyek nem illúzió árushoz hasonlítják a politikust, mert nem hiszik el, hogyha illúziókat árulunk nekik, a magyar emberek, a magyar választók ezt már nem hiszik el. Olyan kérdésekre várják a válaszokat, amelyek a mindennapokhoz és a jövőhöz szorosan kapcsolódnak, ugyanakkor a magyar ügynek a képviseletét várják. A román társadalom pedig attól a fáradtságtól, amit most ebben az időszakban érzünk, és kiábrándultságtól, és ebben benne van az a hihetetlenül nagy korrupciós botránysorozat, ami 3-4 hónapja az egész Romániát eluralta, ellenségképkeresésbe kezdett. Ez a múlt évtől, 2013-tól egészen élesen látható, egy jó két esztendeje folyik, és a legkönnyebben az ellenséget a magyarokban lehet ma megtalálni. És ugye ilyenkor elindulnak olyan folyamatok, amelyek rég lecsengett vagy lemúlt időkre emlékeztetnek. Például megkérdőjelezik az egyházi ingatlanoknak a visszaszolgáltatását, holott még csak felét adták vissza, vagy nem sokkal többet, mint felét a kommunisták által államosított ingatlanoknak, de ügyészi eljárással most azt kezdik vizsgálni, hogy egyszerűen jogosan szerezte, kapta-e vissza az egyház az ingatlanjait, a római katolikus vagy a református egyház. Ugye erről hírek is voltak, és akkor nyilván, hogy a bizalmatlanság még nagyobb lesz az erdélyi magyar társadalomba, és akkor még nem beszéltünk a szimbólum használatról, nem beszéltünk az olyan kérdésekről, amelyeknek a megoldására egyre nehezebben lehet partnereket találni. Tehát nekünk az őszintesség, az empátia, a nyitottság, és ha szabad ilyet mondani, az alázat kell a politikai attitűdünket jellemezze, másképpen nem lehet a bizalmat visszaszerezni, és nyilván a problémák, amelyeket felvállalunk, a közpolitikák, azok az emberek problémái kell, hogy legyenek. De hát eddig is volt közvetlen kapcsolat önök és a választók között, akkor ez mindig az volt. Attitűd változtatás, ez mit jelent? Mindig volt, milyen 25 év alatt, és sok esetben megtörténik, és ezt megint őszintén ki kell mondani, megtörténnek olyan dolgok, amelyeket korrigálni kell. Igen, hogyha azt nézzük, hogy egyik-másik kollégánk, polgármesterektől, képviselőkig, szenátorokig,
hogyan építette föl az elmúlt években, évtizedekben a karrierjét, és ma hogyan viszonyul a közösségi problémákhoz, akkor egy bizonyos eltávolodást, nem minden esetben és nem szabad általánosítani, érzékelni lehet. Ezt nem szabad elrejteni. Másrészt pedig az emberek azt érzik és azt látják, hogy van egy általános szegénység, van egy hihetetlenül durva korrupciós botránysorozat. Hál' Istennek, hogy ez a magyar politikai vezetőket azért messze elkerülte, legalábbis azokat a politikai vezetőket, akik országszerte ismertek, mert ugye nálunk is volt egy-két ügy, nem mindegyik korrupciós ügy, sőt a legvízhangosabbak azok nem korrupciós ügyek voltak. A visszaszolgáltatásokra, a Mikó ügyre gondolok, illetve a Nagy Zsolt ügyére, amelyben semmiféle korrupciós elem nem volt, de ez mind-mind a kiábranduláshoz vezet, és az emberek. Én tegnap Szalontán voltam egy lakossági fórumon. Azt tapasztalom mindenhol, hogy az emberek nem disztingválnak. Ma mindenkit egy kalap alá vesznek. És ez a fajta bizalmatlanság és ez a fajta kiábrándultság az, ami a legnehezebben kezelhető, ami a legnehezebben visszafordítható. Nekünk tudatában kell lennünk, nem a programunkkal van baj, nem az értékekkel van baj, amelyeket képviselünk, nem azzal van baj, hogy az eddigi eredményeinket kellene szégyelni, hanem esetleg azzal van baj, hogy az eddigi eredményeinket megpróbálják vissza nyesni, akár közigazgatási, akár törvényes eszközökkel, és azzal van baj, hogy 25 év alatt a társadalom átalakult, és a gazdasági krízis után ebben a bizonytalan világban ma nem ugyanazt várják a politikusoktól, mint 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, tehát nekünk kell elsősorban változnunk, mert a polgároknak, az embereknek mindig igazuk van. Struktúraváltást terveznek, ugye az RMDSZ-en belül a főtitkárságot ügyvezető elnökségé akarják ismét alakítani. Ez gondolom nem csak a névváltoztatás jelenti, mi van e mögött tartalom szempontjából. Belső szervezési kérdésekről van szó, ez minden bizonyára, hogy a nagy közönséget kevésbé érdekli, mert nem látják. A társadalomépítésre, a társadalom szervezésre, a különböző hálózatoknak a revitalizációjára próbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni, mert azt látjuk, hogy a közösséget azt mindig újra kell építeni, újra kell gondolni, újra kell kötni a kötelékeket, és az ügyvezető elnökségnek a kompetenciája erősebb lesz, mint a főtitkárságé, és hogyha szabad ilyet mondani, akkor egy kicsit a mozgalmi RMDSZ-t kívánnánk ezzel által is visszahozni. Sokkal több szakpolitika lesz a következő időszakban az ügyvezető elnökség feladata, de hát nyilván ezt majd a gyakorlat kell visszaigazolja. Maga a struktúraváltás az csak egy eszköz, az csak egy keret. A későbbiekben kell ezt úgy megtöltenünk tartalommal, és úgy működtetnünk, hogy a mi közösségünk érezze, hogy ilyen értelemben is van változás. Elemzők szerint most is nagyon rezeg az 5%-os bejutási támogatottsága az RMDSZ-nek. Ezért is javasolják az alternatív küszöb bevezetését a most kialakítandó választási törvénybe? 2008 óta, vagy akár 2004 óta folyamatosan rezeg a léc, és folyamatosan nekünk, hál' Istennek, hogy az erdélyi magyaroknak a szolidaritása és az összetartása eredményeképpen az 5%-ot sikerült meghaladnunk. 2012-ben is, amikor volt egy hihetetlen nagy koalíció és egy nagy váltás hangulat az előző kormányzati koalíció iránt, nem volt nagy a bizalom, ebben mi is benne voltunk, a jobboldali, középjobboldali koalícióról van szó, amely megbukott 2012-ben. Én bízom abban, hogy 2016-ban az 5%-ot azt teljesítjük. Az alternatív küszöbnek két célja van. Az egyik mindenféleképpen egy biztonsági háló, ha szabad ilyet mondani, hogy az erdélyi magyar képviselet, a parlamenti képviselet az ne kerüljön veszélybe. Nem rólam van szó, nem a politikusokról van szó, hanem az erdélyi magyar emberekről van szó, mindegy, tulajdonképpen egy adott pillanatban, hogy kiképviseli őket, nem a személyi nevekről beszélünk, hanem magáról a képviseletről. A mostani törvényben is volt egy alternatív küszöb, a 6 plusz 3 az egy alternatív küszöb volt. Egyrészt, másrészt pedig a regionális pártoknak a lehetőségét, az esélyeit növeli, mert ez az alternatív küszöb, amit mi javasoltunk, és erről még nincs egyesség, ez még nincs megszavazva, ne vegyük késztének, ez csak egy olyan javaslat, ami szerintem szükséges. Ez azt mondja a mi javaslatunkban, hogy 20% 4 megyében. Ezt az RMDSZ-en kívül más nem tudja teljesíteni. Köszönjük nagyon szépen, nagyon sok mindent nem sikerült most még átbeszélni, de jövő héten kongresszus, és folytatjuk utána a beszélgetést. Köszönjük, hogy elmondta.